Sziasztok! Én nem készültem külön nagy prezentációval, ez a kép az nagyjából el fog mondani mindent arra, amit szeretnénk elmondani. Én a 444-től a Magyar Eti ZRT-től jöttem, és mi tavaly áprilisban indultunk, és nagyon régóta keresünk annak a módját, hogy a saját tartalom előállításunkba jobban bevonjuk a közönséget. Itt ugye azon kívül, hogy a Facebookon, az Instán, a mindenen ott vagyunk és mindenhol nyomulunk, ezen kívül azt kerestük, hogy hogyan tudunk olyan appot készíteni, amit az emberek majd használnak, és nekünk is jó lesz, nekik is jó lesz. Az első lökést ezt nyilván a bajai problémák adták. Ott jutott először eszünkbe, hogy milyen jó lenne a politikai kampányban felhasználni az embereket arra, hogy az ilyen típusú visszaélésekkel, meg visszáságokkal jelentkezzenek nálunk, és erre fűztük fel első körben azt az appot, amit aztán később szeretnénk majd kiterjeszteni, hogy mindenféle dolgokra használjanak, hogy nekünk elküldjenek. Azt kell rólunk tudni, hogy ugye nekünk egyetlen egy darab szájtunk van, az egy ilyen viszonylag egyszerű WordPress alapú dolog, úgyhogy az infrastruktúra nem nagyon volt meg arra, hogy ezt megcsináljuk, de elképzeltük azt először is, hogy milyen funkcionitás lenne jó, és hogy kiket akarunk ezzel megcélozni. Ugye itt az első akadály az már rögtön az volt, hogy miközben egy appot egy okostelefonra tudunk csak kiküldeni, közben ugye az országnak azon a részein, ahol ezek a dolgok történik szoktak, ott nem nagyon okostelefonnal rohangálnak az emberek. Ráadásul amúgy is viszonylag sokan Budapestről olvasnak minket, és ez megint nem annyira az a közeg, ahol ezek a dolgok történik szoktak. Úgyhogy az első akadályunk már rögtön az volt, hogy hogyan fogunk elérni a célközönségünket, de ezen átlendültünk, és akkor mentünk a következő akadályhoz. Ami az volt, hogy hogyan tudunk egy olyan interfészt csinálni, ami viszonylag könnyen és érthetően fogja mindezt csinálni, ami egy usernek kell. Ugye képzeljük azt a helyzetet, hogy azt látom, hogy egy politikus épp egy Nokia-s dobozban arra lát valakinek valamit, és az is az embernek eszébe, hogy akkor ezt küldje el nekünk. Végül két fő felületünk lett, az iMind-os srácokkal leültünk, hogy kitaláljuk jól az interfészt. Két felületünk lett egy beküldő oldal, ami nagyon hasonlít egy e-mail klienshez. Szöveg van, lehet csatolni képet vagy videót, és el lehet nekünk küldeni, ugye címünk az nincs. Be lehet regisztrálni az appba, de nem muszáj, lehet anonim is használni. Itt volt a következő, ami nagyon fontos volt, hogy azt akartuk elérni, hogy az emberek megbíznak bennünk meg ebben az appban, úgyhogy egyáltalán semmilyen regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy dolgokat küldjenek nekünk. És még meg is próbáltuk azt is a saját módszerünkkel garantálni, hogy ezek az adatok ne legyenek könnyen hozzáférhetők mások által, ugye nem lepődjünk meg, hogyha valaki egyszer csak jönni és lefoglalná a szerverénket, ami már csak azért is néz, mert nincsenek szerverén. De ezeket az adatokat megpróbáltuk még távolabb tartani minden olyan embertől, aki ezekhez szeretne hozzáférni. És akkor jött ugye a kérdés, hogy jó, de hova küldjük ezeket? A megoldás az lett, hogy a képeket végül az Amazonnak küldjük, a videót pedig egyszerűen rájöttünk arra, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy a videót mi egyáltalán nem kapjuk meg a userektől, hanem mi elküldjük azt a tokent a telefonnak, amivel ők direktbe fel tudják tölteni a YouTube-nak, úgyhogy YouTube megoldja nekünk a konvertálást, megoldja nekünk a tárolást, és megoldja nekünk a visszajátszást is, és viszonylag nehéz elvinni a YouTube szerverét. Tehát nagyjából megoldottuk azt, hogy ez technikailag működjön, kellett hozzáfejlesztenünk, nyilván a WordPress mindenre alkalmatlan, kellett hozzáfejlesztenünk egy backendet, itt végül a Laravel nevű PHP keretrendszert választottuk, és a jól használható Mongót, és ezzel szolgáljuk ki az admin felületet, ahol ilyen előmoderációval elindítjuk csak ki a posztokat, beküldjük a WordPress-ből valahogy kikönyörgött cikkeinket, és meg tudjuk jeleníteni a userek által beküldött képeket és videókat. És akkor nagyon örültünk annak, hogy tök jót csináltunk egy nagyon jó platformon, egy nagyon fejlett, nagyon jól kinéző és nagyon jól működő appot. Kiraktuk és elkezdtük a saját oldalunkon promózni, hogy itt van, használjátok, küldjétek el nekünk a visszaságokat, meg bármit, amit láttok. És arra jöttünk rá, hogy az első félelmeink azok teljesen valósak voltak. Tehát adott egy nagy olvasótábor, aki tele van ilyen tök engaged userrel, akik nagyon szeretnek minket, szívesen küldenek nekünk leveleket, a Facebookon is írogatnak nekünk témákat,
letöltötték az appunkat, nem tetszik nekik, és nem értik. Fogalmuk sincs, hogy ez most akkor ez most a 444-nek az apja, vagy most ez egy milyen app. Nem nagyon értik azt sem, hogy mi van ezzel az anonimitással, hogy akkor most elküldöm, de mégse látszik. Nem látszik, mert nem tudjuk, hogy te küldted. És azt is vettük észre, hogy viszonylag nehéz jól kommunikálni azt, hogy mégis mire kellene ezt használni, attól függetlenül, hogy megpróbáltuk nagyon jól beszűkíteni ennek a használatát, ez ugye most pertinent a kampány. Ettől függetlenül tök bizakodók vagyunk, és azt gondoljuk, hogy egy idő után az emberek ezt érteni fogják és használni fogják, és amikor vége van majd a választásnak, akkor meg ki fogjuk terjeszteni ezt mindenféle egyéb dologra, és kicsit erősebb kommunikációval és jobb user neveléssel, vagy tájékoztatással majd mindenki ilyeti appokat, amit és küldjön nekünk ezt tartani. Köszönöm szépen! Kérdések? Nekem van is egy kérdésem. Google Glass Outlook? Hogy mi? Google Glass. Ja! Nem. Nem, de nem is láttunk még Google Glass-t. Csak JPG formában. De egyébként ez elgondolkodható lenne, milyen jó lenne, hogy oké, Google, fényképezd le a politikai visszaélést most. Pont így. Ez jó. Igen? Akkor én még kérdeztem. Jó. Ez most tulajdonképpen egy weba, ami be van csomagolva, tehát hogy van neki egy URL-je, úgy is tudom használni. Mert ugye mondtad az elején, hogy tulajdonképpen ez egy olyan helyre kéne jutni ennek az alkalmazásnak, ahol okos telefonok nem feltétlenül vannak. Vagy nem túl okosak azok az okos telefonok. Igen, ennek van egy webapp része. Tehát úgy működik, hogy van egy ilyen alaprendszerünk, ami ki tudja szolgálni mind a két appot, mert van egy Android-os, meg egy iOS, és ki tudja szolgálni a webappot, és egyébként alapja egy ilyen gyakorlatilag bárminek, tehát rá lehet építeni bármit. És építettünk rá egy viszonylag egyszerű webappot, ahol még mondjuk képet feltölteni pont nem lehet, de azt nyilván egy ilyen egyszerűbben csinálni, mint egy mobilappon a feltöltést. És nyilván ott lehet. Az volt ugye az elképzelés, amiért nem annyira kifejlett a webapp, mint a két mobilap, hogy azt szeretnénk, vagy azt akartuk, hogy az emberek ezt inkább ott a terepen használják. Tehát sétálsz az utcán, látsz a politikai plakátot, Hitler bajusz van festelve Mesterházére, és akkor lefotózod és elküldöd nekünk. Amikor ülsz a géped előtt otthon a nagy desktopnál, akkor sokkal kevésbé jönnek szembe a politikai plakátot. De nyilván a webes kimente is idővel fejlődik. Nem nagyon vagyunk még felkészülve. Tehát nem nagyon tudjuk az emberek fejébe eljutatni azt, hogyha valami ilyesmi van, akkor ezt az ebben appot lehet elő és kezd el nyomogatni, hanem inkább az van, hogy az emberek kicsit megyek tovább. És azt sem tett igazából jót, hogy a mostani tökre megváltozott szabályozásban gyakorlatilag nincs egyáltalán kampány. Nagyon sok helyről letiltották ezeket, és nagyon sok helyen egyáltalán már nincs is semmi kedve ezeket kirakni, ezeket a plakátokat. Tehát nincsenek plakátok, nincsenek hirdetések, nincsenek szórólapok, nagyjából semmi. Buszok tele vannak festőre. Hát ugye a CÖF-nek van ez a bohócos izé, de hát most ez... Ezt már mindenki látta. Az már eleve olyan, mint hogyha egy paródia lenne. Na, akkor köszönöm szépen. Később jönnek között, igen? Na, az anonimitás, az mit jelent? Ez mennyire anonim? A mi oldalunkról az van, ez egy viszonylag nehéz kérdés, ugye az van, hogy te egy mobil hálózaton vagy fönn a mobiltelefonoddal, és a mobiltelefonodnak van egy csomó egyedi azonosítója, ezekhez az adatokhoz mi egyáltalán nem férünk hozzá, mert ez ugye az egy aktuális mobil szolgáltatónál valahol van. Amikor nekünk valaki anonim küld adatokat, akkor azokat mi tényleg teljesen anonim kezeljük, tehát az égvilágon semmit nem tárolunk el az adott usertől, eltesszük azt a képet, amit küldött, vagy elrakjuk azt a szöveget, amit mellé írt, és egy ilyen nullás idői userrel elrakjuk. Soha többet sehonnan nem szedhető vissza. Ennek ugye az volt pont az volt a lényege,
hogy nem mi azt mondjuk, hogy he-he, anonim, aztán közben látjuk, hogy iPhone-od van, hanem pont az volt a lényeg, hogy én a szerv, és azt mondja, hogy akkor ezt a szervet most elviszem, akkor azt mondja, hogy parancsoljon. Ugye? De akkor ez a szerver csak ide van, tehát nem is a proxy-ra, vagy a bootleg, hanem mindenki. Igen, tehát mi garantáljuk, bele is írjuk egyébként, amennyire tudtuk, hogy mi a mi oldalunkról garantáljuk az adatoknak az anonimitását, hogyha valaki úgy tudja, hogyha az NSA közben megfigyeli a telefonodat, ezzel sajnos nem tudtuk közben. Igen? Oké, hogy a user adatok nem tárolod, de az EXIF adatok azért elég sok mindent elárulnak a beküldőről. Vagy a beküldés körülményeiről. Hát mi igazából, minket alapvetően a GPS adatok érdekelnének belőle, és ott a user választhatja ki, hogy ezeket küldi vagy nem, és hogyha azt választja, hogy nem küldi, akkor az app kiszedi a képből, és már nem is küldi tovább. Tehát mi nem, meg se kapjuk, a mi appjuk meg se kapjuk. Nem, mert egyszerűen tényleg nem érdekünk azt, hogy hazudjunk, mert nekünk pont ez a fontos, hogy az emberek bízzanak abban, hogy itt be lehet ezeket küldeni, és bíztunk abban, hogy majd egyszer csak hozzánk is jönnek olyan képek vagy videók, amik érdekes lehetnek. Igen? És a másik oldalról, ha valaki spammel vagy szándékosan félrevett adatot küldött, és tudunk átfizetni? Ez egy jogi kérdés inkább, és ez gyakorlatilag mindenre vonatkozik, amit nekünk küldenek. Tehát ez egy inkább már ilyen sajtóoldali dolog. Nekünk megfelelő körültekintéssel kell mindig eljárnunk, amikor ezeket a dolgokat publikáljuk. Ez nagyon, nagyon sok apróságokon múlik, tehát inkább azon múlik, hogy azt írjuk, csak hogy egy korábbi példát mutassak, hogy amikor kirakták a törpikés videót, akkor azt írták, hogy na tessék, bizonyíték. Semmi, igazából semmi balhé nem lett volna belőle, hogyha azt írták volna, hogy na, hát itt van egy videó, aztán van rajta valami. Akkor nem lett volna belőle balhé, hogy valaki azt mondta, hogy ez bizonyíték bármire is. Tehát itt igazából inkább ilyen apróságokon múlik. Igen? Az nem merült föl, hogy hitelesebb lenne, hogy azt mondjátok, hogy ez a app ez tényleg kiszedi az EXIF adatokat, meg nem küld semmilyen azonosító információt, hogyha a forráskódját is nyilvánosságra hozzátok. És azt mondjátok, hogy azok, akik megfelelően hozzáértőek, azok tényleg lebildelhetik és megnézhetik, hogy... Kik hozzáértőek, azok forráskódják is megmondják. Jó, oké, okay, akkor közepesen hozzáértőek, szóval legyen. De ez eszünkbe se jutott, de jó ötlet, úgyhogy ezt abszolút meg fogjuk fogtam. Csak mert nyilván evidensen más a hozzáállás, hogyha nem csak megígéred, hogy ez tényleg nem csinál semmi rosszat, hanem meg lehet nézni, hogy... Itt inkább az a kérdés, itt mindig azokat szoktuk figyelembe venni, hogy vajon a célközönség számára ez elég meggyőzőes. Tehát itt inkább mi, mint Magyar Yeti ZRT próbálunk elég hitelesek lenni, hogyha az átlag felhasználónak, akit egyébként ezzel célzunk, azt mondjuk, hogy de megnézheted a forráskódot, az azt mondja, hogy megnézheted a forráskódot, jó ide és. Tehát nem, azt se tudja, hogy ezt melyik böngészőben is van. Jó, csak lesz olyan, aki tényleg meg tudja nézni a forráskódot, és az meg kiszúrja, hogyha valami nem igaz, ahogy mondjátok. Azért mondom, hogy ez egy abszolút értelmes felvetés, és ott nem fogjuk vizsgálni. Megtehetjük itt nyilván vannak jogi kérdések. Egyébként. Igen. Igen. Azt mondta, tehát miután megkérdeztem, utána akkor sör. Előtte. Mit? Nagyon kérdez egyet. Szóval ez a 14 felkiáltója. Igen. Azért az anonimitásnak nem tesz túl jót, hogyha azt mondja, hogy az appel és azok között az van konkursz, meg a jól rakam. Ezt mi is kérdeztük, mert ugye az iMind-os srácok a fej, ők csinálták az appot magát, és kérdeztük tőlük, és mondták, hogy az azért veszi bele az app, mert van benne olyan, hogy a Google Plus-szal be lehet lépni. És ahhoz, hogy legyen benne olyan funkcionalitás, hogy a Google Plus accountoddal be tudja lépni, ahhoz ezt fel kell, hogy vegye a permissionek között. De egyébként nem csinál semmit semmilyen accountoddal, hogyha nem lépsz be. Nem kérdez, ezt többet nem fogom. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!